most így néz ki a ház belseje. Tele gépekkel, tele mindennel. Az égvilágon minden, ami nem kell. Úgyhogy most nekiállok majd az úgymond a raktár vagy szerszámos ajtaját megcsinálni. Megszereztem hozzá az ajtót is. Ez is ingyen és bérmentve. Egy baja van, hogy itt kirágta az egér. Kukucs! Áó! Na, kirágta az agár. Úgyhogy ugye ez lesz a mai program, meg lehet, hogy kivágom majd az ajtót is. Azt tudjuk, hogy milyen kedvem lesz, hogy hogy állok idővel. Megvettem hozzá a faanyagot is. Ott van a kicsike. Hogy annyi lesz az egész, hogy majd lehet, hogy... Hát én szerintem holnap. Nem, még gumit kell cserélnem, innen ezeket mindet leszerelem majd. Leszerelem, és akkor erre a területre lesz majd a ajtó. Csak most az a kérdés, hogy nehogy az... Várjunk csak, lehet, hogy az asztalt azt át kell majd variálni. Mert bele fog érni. Ez lehet, hogy rossz lesz. Na mindegy, szóval én tolóajtót szeretnék. Itt lesz majd egy fából egy sin. Ezt még ki kell javítani, mert ez kuka. Ezt innen majd itt majd letöröm, vágom. Na mindegy, fából lesz majd egy sin. Itt fog végigvezetni. Ezt valahogy meg kell még oldanom, így. Szereztem két kereket. Ez is néztem a neten, valami 60-70 euróba került volna a komplekten. Két darab vas, meg 10 darab csavar. Úgyhogy azt inkább nem vettem meg, hogy itt lesz ez a két kerék. A gumit majd innen leszedem. Akkor itt lesz majd... Mindegy, majd lerajzolom, és akkor érteni fogjátok. Itt lesz fából egy sin. Nem lehet. Na mindegy, hozom az át. Na akkor lerajzolnám. Itt van mondjuk a ház oldala. Itt van egy másik fal. Itt a másik fal. Ez a ház oldal, és akkor itt lesz majd egy deszka élére állítva, így. Egy mit tudom én, 8x2-es. És akkor itt lesz az ajtó, itt lesz majd a két kerék. Itt. És akkor ehhez lesz majd így hozzá csatlakoztatva itt egy tengely, ezen fog majd a kerék pörögni, ez megy jobbra, balra, és itt lesz majd az ajtó. Persze nem ilyen kicsi. Így, és akkor ez megy jobbra, balra. És akkor ennyi. Csak így nagy vonalakban mégis nagyjából el tudjátok képzelni, itt majd két csavarra felfesz majd fogatva. Ez ilyen persze kemény fából lesz majd, de az ajtó az könnyű, úgyhogy el fogja bírni. Úgyhogy két kerék lesz majd itt. Itt fogom kurigatni. Várjál csak így. Hopp. Na akkor kezdjünk is hozzá. Na mondom még egyszer, mert nem sikerült fölvenni az előbb. Itt a kerékenek túl nagy az átmérője. De ezt ide fölrakom, akkor ide leesik a... Ilyen 1,70 magas lesz csak a bejárat. Ez meg nagyon alacsony, meg vagyok 1,90. A család többi tagja is magasak, úgyhogy ez 20 centivel alacsonyabb lesz, úgyhogy ez nem jó. Úgyhogy mi a megoldás? Venni kell kereket ettől egy kicsit kisebb átmérőbe. És venni kell 2 méter hosszú ilyen pici lecet. Mert ez meg rövid, de jó, örülök neki. Úgyhogy nagyon király. Hát, király nagyon fasza lesz, úgyhogy megint mehetek a boltba. Én nem hiszem el. Megjöttem nagy nehezen. Megint egy órát vesztettem a mai nap. Itt a régi kerék. Ez brutális nagy, mint utóbb kiderült. Ez kuka. És hoztam egy ilyen picurkát, ha lehet látni. Mellé teszem. Na, ez már mennyivel másabb, ugye? Na. Szóval azt mondjátok, hogy nem lesz jó.
Hát igen, kicsit át kell alakítani a kicsikét. Hova menjek már, hogy lehessen látni, könyörgöm. Na, így valahova. Itt van rajta ez a gumi külső rész, vagy hogy mondjam, ez. Ezt innen majd ketté vágom, lejön, és akkor maradj egy ilyen kis perem. Vagyis remélhetőleg, 25 széles. Kettőt vettem, és vettem egy ilyen kis reteszt, úgymond, amiben a lakattal le fogom zárni. Ha eljutok addig, hogy sikerül fölraknom az ajtót. Na, hova tettem a fadarabot, deszkát, holodeszka. He, hon vagy deszka? Na, itt van. Ő lesz majd fölrakva. Így. Ha, mindjárt magasabban lesz, így, az az. Itt persze megint nem félek hozzá, ezt megint le kell vágni belőle, ja, ide jó. Na, hát akkor remélhetőleg most már hozzá tudok kezdeni a munkához. Délbe, hagyd nehezen. Vagy nem ennyi az idő, 11. Hát nem, 3:42. Bakker. Nem csináltam semmit. Na kezdjünk hozzá most már tényleg. Na szóval, nem tudom, hogy lehet-e látni. Úgy csinált, hogy bevágtam itt fényfűrésszel, vasfűrésszel, és akkor így találok, és kész. Most ez, hát ez ilyen lett. Hát mondjuk itt lehet egyenes is, de ez a vagy itt egy kicsit kúpos, de hát remélem, hogy nem fog kiugrani majd a vezetőlécből, simből, úgymond. Meglátjuk. Na úgyhogy ennyi. Szép babaráltam. Ugye letesszük róla, nem kél van. És akkor most következik majd valahogy az ajtót méretre vágni. Mindjárt beállítom a kamcsit. Hogy? Az ajtót be kéne zárni, úgymond. Mert most ki kell takarítani. Hogy? Na! Ez eddig oké, Rubics. Úgy. Na. Ha itt lesz a tetején. Először is azzal kezdem, hogy hát bocs, otthon hagytam megint a mikrofonomat, a jó kis rádiófrekvenciás mikrofont. Úgyhogy nagyon jó. Na mindegy. Ez már a korral jár, mindig elfelejtek valamit. A lényeg az, hogy az ajtót kell méretre állítani. Méretre vágni, úgymond. Először meg kell nézni, hogy mekkora a zuhanytálca, hogy annyit még levonjak belőle, hogy az ajtó pont elférje. Ez 80-as. Ó, könyörgöm, csak egyszer pakoljam már ki ezt a házat, mert annyi szemét van itt, hogy mindent lehet csak elférni. Szóval 80 cm kell. Hozok egy cerkát. Találnék persze egy cerkakovicsot. Eddig jó. Szóval megérkeztünk a... Olyan alacsony elég, hogy tudtam magasabbra csinálni sajnos. Na. Hát akkor itt lesz az ajtóbejárat, és ez pontosan 80 centi. Így kb. Nem érünk 80-at. De jó lenne, ha be tudnád mérni. Ez már mindenki. Hajaj! Így, pont beférek majd, itt lesz az ajtó kivágva. Így. Hát akkor viszont... Hűha! Annyi lesz, hogy
Elég keskeny ajtó lesz. Bakker! Csöpök fentről a vizecske. Próbálnám mutatni, hogy mi itt a problématika. Szóval innen felmértem 80 centit a zuhanyzó tárca szélességét. Itt lesz majd egy válaszfal, így végig. Így, itt lesz egy válaszfal. Tudjátok, itt a zuhany mögötte, a függöny mögötte a camping vöcő. Camping vöcő! Várjatok, meldül a kamera. És akkor nekünk marad ennyi távolság az ajtó szélességével. Fúha! Igen, 73 cm. És ez az ajtó 85, 12-vel szélesebb, az nem számít. Mondjuk a 73 centi az ennyi. Hát, ezen már be lehet férni. Tökéletes. Ebből a lemezkéből kell 4 darab. Ki kell fúrni a megfelelő helyen. Először bejelöljük, és utána mehet a fúrás. Jó, hogy alumínium, mert könnyen viszi a fúró. Szerencsére. De jó, ez itt a földönben. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Na hát, ennyire jutottam. Ezt ide felfogadtam, két csavarral, ez az egész ajtónak a támasztó. Fája. Itt van a 80 cm, itt lesz majd kivágva az ajtó. Hagytam rá 2-3 cm-t. 3 cm-t. Itt lesz majd kivágva, itt lesz az zuhany mellette, mondtam már, így. És ez meg a sinen így fog buligázni az ajtó. Így, így. Aj. Most már csak az ajtót kell méretre vágni. És ennyi volt. Király! Na szóval elmondom, mi a pályaudvar. Ajtót levágtam méretre. Ez lesz az alja. És következik, akkor megpróbálom helyre rakni. Ó, bakker! Valahogy az ajtócskát, hogy jó legyen. Így valahogy. Na, de rendben lesz, majd hozzá csak. Most egy így néz ki. Hát akkor gyönyörű. Hát öcsém, hát ez első osztályú szar. Ez aztán jól néz ki, gyerekek. Hoppa! Ott még valami le is ugrott. Na hát egyelőre ilyen. Még nincs kész. Úgyhogy még a megfelelő méretet be kell állítani, hogy jó legyen. Úgy látom, hogy fent nem teljesen. Ott látjátok, van egy kis dőlés, de azt majd valahogy kiküszöbölöm. Na mindegy, hát egyelőre ilyen. Jól néz ki így fejjel lefele. De hát az odira eltűnik. Na, még az alját kell majd még kihézagolnom. Alá teszek alá valamit, ne égjen a földre. És akkor oda fölcsavarozom a két csavarral. Ott 2-2 tízes csavar, ez a baj, hogy csak kapupánt fejű van, na mindegy, ez van. Ez dobta a gép, úgyhogy egy ilyet majd ki
kis decet van, mindjárt arra teszünk. Na, meg is van a távtartó. Akkor ennyi egyelőre. Ide van még kell tenni egy ilyen kis deszkákat, majd itt be fogom majd királyú falazni. Azt a likat betömjük, és jó lesz, vagy nem. Hát ez a 25 féle lehetőség van. Na hát akkor kezdjünk hozzá. Már nincs csak ezzel, ha innen leugrottok. Nem már jó is lesz ide. Akkor most kifúrom a két megjelölt fulatokat. De először csak az egyik oldalát. Bakker, ez jó lett. Menj már bele. Na, mára ennyi. Hát maradt még ez a likacskának a befódozása holnapra. Meg lehet, hogy holnap nekiállok majd az ajtónak, a másiknak. Így, itt kivágni. Addig még szabadságom van, meg jó az idő. Úgyhogy ezt így odafogadtam. Ide még előre kell majd még egy ugyanilyen küszöb. Ilyen küszöb kell még, hogy megtámasz az ajtót kintről is. Ne így mozog. Még egy előre majd gumizok valahonnan. Most megyek, meg gumit kell cserélnem. Úgyhogy holnap megint kijövök, és akkor holnap folytassuk. Előre mit csinálok? Ja, vágja a füvet a fater. Jöhetné hozzám is.